Rektor úr, elnök úr, kedves újságíró kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és részt vesznek a Gyerek Egyetem 2015 programnak a sajtótájékoztatóján. Mi sem gondoltuk volna szervezők, amikor csütörtökön elkezdtük a Gyerek Egyetem szervezését, hogy ennek ekkora sikere lesz és berobban a budapesti köztudatba, budapesti gyerekeknek hirdettük meg, mert megtelt a tábor, és örömmel jelentem, hogy a 2016-os jelentkezéseket fogadjuk éppen. Hogy mi a Gyerek Egyetem, és miért fontos ez a műegyetemnek, erről Pécsényi Gábor rektor úr szól önöknek néhány szót. Hölgyeim és uraim, nagy örömmel veszek részt mindig olyan rendezvényen, amelyik itt a munkatársaim lelkesedése által átfűtött program. Ez a Gyerek Egyetem, ez egy nemzetközi gyakorlatban ismert törekvése a felsőoktatási intézményeknek, különösen a műszaki természettudományos területen, hogy ideje korán felkeltse a gyerekekben az érdeklődést azon szakmák iránt, amelyeknek a szakembereit ezek az intézmények képezik. Ez a nemzetközi tapasztalat, ez mint jó gyakorlat, ez megihlette a munkatársaimat, és hát segítségül hívva a Progresszió Alapítványt, és további ez iránt nagyon pozitívan viszonyuló céget, az ő segítségükkel hát össze tudtunk állítani egy olyan programot, ami aztán meghirdetésre került. Ennek a formája most a mi esetünkben egy nyári tábor, június legvégén és július első napjaiban, és ennek keretében, hát gyakorlatilag egy héten keresztül a 9-14 éves korosztályt fogadjuk itt, és szeretnénk sok-sok érdekességgel előhozakodni, és számukra föltárni azokat az izgalmas dolgokat, amikről itt tanulni lehet, és egyáltalán a műszaki természettudományos pályához tartozik. Úgy gondoljuk, hogy erre nagy szüksége van az egyetemnek, de azért bennem az is motoszkál, hogy nem csak az egyetemnek van szüksége, sőt elsősorban nem az egyetemnek, hanem a társadalomnak, mert a társadalomban az tapasztalható, hogy ez a digitális, virtuális világ a nagy fokú elmélyülést, koncentrációt, probléma megoldó készséget, fejlesztő tevékenységet általában háttérbe szorítja a gyerekeknél, és ennek a fejlesztése, ez, hogyha elmarad ebben a 9-14 éves korban, akkor később egyre nehezebb az érdeklődést felkelteni, hiszen olyan tanulmányokról van szó, amely speciális érdeklődést és kötődést igényel. Ezt egyébként a nemzetközi tapasztalat teljes mértékben visszaigazolja, és mi tulajdonképpen nem csinálunk más, mint amit mások már jól kipróbáltak, de a mi egyetemünk esetében ez az első ilyen méretű program, hogy itt több száz 9-14 éves közötti gyermeket fogadunk egy nyári időszakban, amellyel kapcsolatosan még egyszer szeretnék visszatérni arra, hogy engem nagyon nagy örömmel tölt el, hogy az egyetem munkatársai és a hallgatói ilyen nagy lelkesedéssel készülnek erre a programra. Ugye a jelenlegi stádiumában a honlapot, illetőleg hát ott lévő anyagokat lehet nézegetni, de hát azokból is sugárzik ez az elkötelezettség és odaadás, és reményeim szerint azon túl, hogy most már vannak jelentkezőink, amikor elkövetkezik ez a június vége, július eleje, akkor egy nagyon sikeres rendezvényre kerül itt sor. És ez olyan rendezvény lesz, aminek hagyományteremtő szerep is jut, és későbbiekben nyilvánvalóan a tapasztalatok birtokában ezt variálva, továbbfejlesztve, átalakítva ki tudjuk terjeszteni azt a tevékenységet, amivel mi az ifjúságot a műegyetemi tanulmányok felé igyekszünk orientálni.
Én köszönöm szépen, hogy eljöttek és érdeklődnek ez iránt a program iránt, és még egyszer köszönöm a szponzoroknak, az alapítványnak, hogy ezt a dolgot összefogva, támogatva ez a program létrejöhetett. A természettudományi olvasót szándékosan választottuk a rendezvény helyszínéről, hisz elsősorban a természettudományok iránt szeretnénk kedvet csinálni az egyetemen. A másik ok ennek a teremnek a választása az volt, és ez a fotós kollégáknak mondom, hogy ha kinéznek az ablakon, akkor látják ezt a baglyot, amit a rendezvény jelképének és kabala figurájának választottunk. Most felkérném Pakucs János urat, a kuratórium elnökét, hogy köszöntse önöket. Köszönöm szépen, kedves vendégek, tisztelt rektor úr! A Proprogresszi Alapítvány a tehetséggondozást, tehetségkutatást többek között tűzte ki fő céljául, és 18 éve foglalkozunk a tehetséges fiatalok támogatásával, tehetséges fiatal oktatók támogatásával. Évente közel 1500 ösztöndíjat biztosítunk az egyetemi hallgatók és fiatal oktatók számára. Több mint 6 évvel ezelőtt elsősorban az egyetemi oktatók javaslatára fordultunk a középiskolák felé, mert középiskoláknak a színvonala és a középiskolás oktatás színvonala határozza meg azt, hogy milyen képzés lehet folytatni az egyetemen, mert jól felkészült fiatalokból lehet csak komoly szintű képzést egyetemen biztosítani. Az volt a tapasztalat, hogy nem megfelelő képzett képzéssel és tudással érkeznek az egyetemre. Ez az egyetem első fél éve nagyjából elvesztegetődik, mert a kötéses anyagok átismétlésével kell foglalkozni. És pontosan az a sztereotípia, hogy ugye középiskolában dől el a fiatalok érdeklődése, ez a sztereotípia dőlt meg a középiskolás tanárokkal való kapcsolatokon keresztül, ugyanis már 6 éve középiskolákat és középiskolai tanárokat támogatunk természettudományi, műszaki, matematikai kérdéssel foglalkozó tantárgyakat, oktató tanárokat. Alakul ki, hogy már ők is azt mondják, hogy a középiskolai kérdést meghatározza azt, hogy milyen fiatalok kerülnek be a középiskolába, és azt a tapasztalatot adták át számunkra, hogy már általános iskolában dől el a fiatalok egy jelentős részénél az érdeklődés iránya, hogy az humán, vagy természettudomány, vagy műszaki irányban érdeklődik egy fiatal. A fiatalok egy részénél persze nem dől el, de egy jelentős részénél eldől, és akkor támad az az ötlet és lehetőség, hogy adaptáljunk külföldi példákat Magyarországon először, hogy ez a gyerek egyetem néven új fogalommal kell most megismerkedni, gyerek egyetem, amit itt most prezentálunk és bemutatunk, hogy kialakítsunk egy ilyen új fogalmat és egy új előképzési formát. Ennek egyszer az a célja, hogy nem csak a gyerekeknek a nyári elhelyezését biztosítjuk a táborral, bár persze ez sem mellékes, hanem ezek a fiatalok, akik ide eljönnek, a műszaki és természettudomány és érdeklődésnek a felkeltése számukra már általános iskolában megkezdődjék, és próbáljuk az érdeklődésüket kellene felkelteni, hogy már a középiskolában aztán meghatározott irányba folytassák a képzésüket, vagy emelték oktatás vigyék igénybe. Tehát ennek a bizonyos gyerekegyetem nyári tábornak, ami most itt ebben az évben először elkezdődik, a fő célja tehát a természettudományos műszaki érdeklődés felkentése általános iskoláskorú gyerekeknél, a 10-12-14 éve gyerekeknél, hogy a határozott céllel menjenek a középiskolába és magasabb szinten folytathassák a középiskolai tanulmányokat, azt követően természetesen majd a felsőoktatási tanulmányokat. Hozzá kell tennem, hogy nagy probléma mai napig Magyarországon a műszaki és természettudományi érdeklődés és a egyetemen való képzés, mert még mindig 14% körül van az össz felsőoktatási hallgatókban hallgatók számára, vagy itt van a műszaki és természettudományi tárgyakat tanuló fiatalok száma. Na most ennek a százaléknak és ennek talán egy jelentős mértékben növekedni kell a jövőben. Hát ehhez mi most ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk hozzájárulni, amit még egyszer mondom, új fogalommal, hogy gyerekegyetem kell önöknek megbarátkozni, a közvéleménynek megbarátkozni. És valóban a siker a vártnál nagyobb, mert mint Györgyik említette, meghirdettük, és a 300 főre tervezett és infrastruktúrák figyelmevételre 300 fiatal foglalkoztató tábornak a lehetőségei hát néhány nap alatt beteltek, és ezért már valóban nagy a várólistánk is, ha lemondottak, és már a várólistán már a jövőre is fogadunk
fiatalokat. Ekkor az infrastruktúra. Egyébként a maga a gyerekegyetem az a kifejezésen túlmenően a fiatalok számára egy egyetemi infrastruktúrában, egyetemi tanárok környezetében, egyetemi körülményeket, persze gyerekek színvonalának megfelelően biztosít, vagy más légkör, más hangulat teremt, úgy érezzük, hogy azért ennek a fiatalok számára mindenképpen lesz hatása. El kell mondom, 300 főre terveztük ezt a bizonyos tábort, amilyen 15-20-22 fős csoportokból fog állni, mert lesznek összfoglalkozások, döntően kis csoportos foglalkozások lesznek. Hát ennyi a kapacitás ebben az évben, hogy 300 fiatal, 20 fős csoportban ez ugye minimum 15 csoportot jelent legalább, ami párzamosan kell majd képezni, működtetni. Aztán tehát ajánlom figyelmükbe most ebben az évben június végén kezdődő gyerek egyetem néven működő táborunkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A gyerek egyetemnek előzménye bizonyos mértékig van a Műszaki Egyetemen, mert Mikulás alkalmából fizika előadásokat szoktunk szervezni, és ennek a kezdeményezés fő motorja Hertlen Károly kollégám, aki ebben az évben a Fejlődés Európai Évének a magyarországi nagykövete. Három ilyen nagykövet van Magyarországon, és egyike Hertlen Karcsi, aki most bemutat nekünk néhány kísérletet, amivel majd valószínűleg a gyerekeket is el fogja kártáztatni. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, hogyha nézik ezt a plakátot, kutas, kérdez, keresd a választ, és tulajdonképpen ezt a folyamatot én egy picit fizikus szemmel azt mondom, hogy figyelj meg, kérdezd, és értsd meg, hogy hogyan működik. Én erre fordítanám le, és hát tulajdonképpen fizikának éppen ez az alapja. Amikor fölteszi az ember a kérdést előadások során, hogy vajon miért kell fizikát tanulni, akkor engedjék meg, hogy megmutassak, felolvassak egy apró részletet, ezt nemrég számítógépemből nyomtattam ki. A számítógépemnek a processzoráról a következőt tudhatta meg egy program segítségével. Azt írja, hogy a tokozás mérete, a processzornak a tokozásnak a mérete 37,5 x 37,5 mm. A processzor magmérete 164 négyzetmilliméter, és figyeljenek, a tranzisztorok száma, ami ezen a felületen van, 1480 millió. Tetszenek érteni ezt a dolgot? 1480 millió tranzisztor van 164 négyzetmilliméteren elhelyezve, és rövidesen ennél jobbakat kell csinálni. A gyermekeink fogják ezt megtenni, a mi generációnk ezt már megcsinálta. További adat, hogy 22 nanométeres gyártási technológiával készül ez a processzor. Ez azt jelenti, hogy a tranzisztorok lábait 22 nanométer széles vezeték köti össze. Ha fölnagyítanánk ezt 1 milliméteresre, nagyobb lenne ez a kapcsolási rajz, mint Budapest. Na most ugye ahhoz, hogy ezt az emberek meg tudják csinálni, ezt az irgalmatlan tudást, ezt valamikor el kell kezdeni megszerezni. Ahhoz, hogy az embereket ilyenekké kiképezzük, hogy képesek legyenek ilyenhez egyáltalán csak hozzászólni, az már egészen pici gyerekkorban kell elültetni a kérdéseket, illetve hát ezt az attitűdöt bennük. Néhány egyszerű gyerekjátékot hoztam, illetve van, ami nem egészen gyerekjáték, talán kezdjük az elsővel, két egyszerű golyót látnak, mind a kettő ugyanabból az anyagból van, mind a kettőnek ugyanaz a színe, ugyanaz a tömege, ugyanaz a mérete, mégis, hogyha lejtem az egyiket, akkor ez így szépen pattog, a másikat lejtem, akkor az pedig nem pattam, viszem rugalmatlan ütközik. Ugyanaz az anyaga, egy picit másképpen polimerizálták ki ezeket az anyagokat, az egyikben nagyon sok keresztirányú kötés van, és a deformáció után nagyon gyorsan visszakapja az alakját. Éppen ezért fog visszapattani, a másik pedig lassan kapja vissza az alakját, ezért történetesen ez, ha még nézzük, fog visszapattani. Föl lehet tenni a kérdés, hogy na jó, de mihez közel ez a mindennapi élethez? Nézzék meg, hogyha például futócipőket akarnak csinálni az emberek, akkor attól függően, hogy milyen helyen fut az ember, ugye van, aki stadionban futnak, ugye ők a rövidtávfutók, a maratoni futók szinte kivétel nélkül mindig betonon futnak. Ez a betonon való futás, ez egy macerás dolog, éppen ezért vigyázni kell a maratoni futóknak az ízületére. Föltenném a kérdést, természetesen rögtön meg is fogom válaszolni, vagy melyik gumiból, ebből a gumiból készítenének, vagy ebből a gumiból készítenének futócipőt maratoni futók számára. Például ilyen kérdéseket szeretnénk megválaszolni,
Persze, hogyha valaki ezt érti, hogy minden egyes lépésnél azt az energiát, amivel rá lép az ember az ízületeire, az jó, hogyha nem visszarúgja valami, hanem elnyeli. Tehát a jó megoldást az, azóta ki rájött arra, hogy a maratoni cipőket ilyen talpból kell készíteni. Egy másik, ami, hogy is mondjam, csak egy nagyon egyszerű gyerekjáték. Györgyi, segítesz? Persze, majd kihúzok. Egy egyszerű gyerekjáték, és olyan fizikai folyamatokat lehet megnézni rajta, mint például a hullámok terjedése, tehát miféle hullámokat lehet rajta készíteni. Amikor egy ilyen gyerekjátékot az ember a gyerek kezébe ad, akkor ugye azt is lehet, próbáljuk meg egy másik hullámot gerjeszteni rajta, tehát megtehetjük azt is, hogyha egy kicsit másképp rezgetjük meg, akkor mondjuk két fél hullám alakul ki, és így tovább. Ha nagyon akarjuk, akár három fél hullámot is megcsináltunk, hogy pontosan ennek mi a matematikája, és hogy a mindennapi élethez miképpen jutunk hozzá, tehát a mindennapi élet kérdéseihez, azt ilyen egyszerű gyerekjátékokon keresztül. Egy másik, szerintem szórakoztató kísérlet, tehát a gyerekek biztos, hogy nagyon fogják szeretni. Amit itt látnak, ez néhány mágneses golyó. Ezek a mágnesek úgy vannak fel mágnesezve, hogy egy golyónak az észak és a déli pólusa jelen pillanatban éppen most fölfelé, illetve lefelé mutat. Ha nagyon ügyes az ember, akkor a két végét összetelti, és akkor kap egy teljesen zárt láncot. Sőt, mi több, azt is meg lehet csinálni, egy ügyes mozdulattal egy mechanikus hajtást is készíthetünk belőle, ami akár egy szép gépészeti feladat lehet. Nézzék meg, ezt például elkezdem így mozgatni, és akkor a mozgás egy valódi lánc segítségével lehet ezt, hogy is mondjam, megmutatni. Az külön habatortán az ember szépen szétveszi, és elkezdi ezt alakítgatni. Talán ez itt az asztalon egyszerű. Akkor egy olyan hatszögrendszert tudunk majd csinálni, ami nagyon kísértetiesen hasonlít a mostanában a nagyon izgalmas, nanotechnikában is izgalmas. Elkezdeni nehéz, és utána már saját maga egy olyasmi rendszerbe fog beállni, ahogyan egy grafén áll. Grafénban állnak az atomok. Nézzék meg, pillanatokon belül egy olyan hatszöges kristályos rendszert fogunk tudni. Ami, hogy mitől vizelkedik a grafén, azt még persze kutatjuk, de hát gyakorlatilag a kutatásnak a vége felé már lehetséges, hogy a gyerekeink, nézzük meg, milyen szép kristályrendszert tudunk ebben fölépíteni. Ha megnézik, akkor ebben egy ilyen víztiszta felületű folyadéknak nem mondható anyag van. Talán, hogyha közel megnézik. Ezt az ember a szétlasség az ujjával így elkezd innen kimozgatni, akkor ez az anyag szinte maradék nélkül, annélkül, hogy oda tapadna a felülethez, innen kiemelhető, és szépen gyúrható. Akkor volt egyébként ilyen vízszintes felület, hogy ott hagytam a szobámban egy-két nap alatt, ez beáll ilyen vízszintesre. Mint egy gyúrma, így gyúrható. Nézzék meg, tetszőleges alakot ki lehet alakítani. Persze ez az kell, hogy embernek legyen kézügyessége, akkor lesz igazán szép. Ez szépen nyújtható, de azt is meg lehet vele mutatni, hogyha az ember csinál belőle egy golyót, akkor ez a golyó, figyeljük meg, úgy pattog, mint egy igazi gumigolyó. De még egyszer mutatom, hogy ezt lehet szépen gyúrni. Ha nagyon akarom, akkor azt is meg lehet vele csinálni, hogy megfogom, ilyen hosszúra meggyújtottam, és egy kicsit várunk, és figyeljük meg, a saját súlyától úgy meg fog nyúlni, hogy rövidesen le fog érni a földig. Szerintem ez már látszik. Hogy mitől viselkedik így egy anyag, és ennek a viselkedésnek mi a magyarázata, ezt majd a gyerekegyetemen egyik előadásomon el fogom magyarázni, persze az ő szintjükön. Ez nagyon fontos, nem mindegy, hogy az ember milyen szinten kezd hozzá a magyarázathoz, szerintem ez jól látszik. Ennél még sokkal izgalmasabb, hogyha akarom, ez az anyag el is tud törni. Nézzék meg, hogyha fogom, és így hirtelen megrántom, akkor recsen egyet, és eltörik. Szabályos törett felülete lesz. Ezt egy gépész emberre megnézni, azt mondaná, hogy igen, ez eltörött, mégpedig ridegen. Akkor most fölteszem a kérdéshez, az anyag ez akkor most micsoda folyadék? Egy gyurma, esetleg egy rugalmas anyag, vagy valami rideg törékeny. Hát gondolják végig. Ha van kedvük, akkor majd a legvégén még állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen! Nem tudom, a sajtó jelenlévő kérdés.
képviselőnek vannak-e kérdései. Amíg gondolkoznak a kérdésen, addig igen szeretném bemutatni itt a Gyerekegyetem Szervezőbizottságát.